ide. Ez a világon a legnagyobb foci csapat, és mindenki szeretné látni a Manchester United-et. Hát mivel hogy ott voltak úgyis Magyarországon, gondoltuk, hogy ez egy fantasztikus lehetőség, hogy segítsünk, hogy minél több ember láthassa a Manchester United-et. Ingyen kisorsoltunk 10 000 jegyet az otthoni mérkőzésre, most 400 embert ingyen elvittünk Angliában. Én Angliában éltem 45 évet, gyerekkorom óta éltem Angliában, és a Manchester United az én csapatom gyerekkor óta. Jobb lenne Magyarországnak, és nem is ártana annyira Manchesternek, hogyha kikapnának. Ilyenkor kell az elejét kihasználni egy jó lehetőséget, egy előre ívert labda, és azok simán meg lehet nyerni, akár a mérkőzést is. Képes az a csapat arra, hogy megverje még egyszer a Manchester United-et? Arra nem képes, hogy megverje, viszont a továbbítást képes kiharcolni. Reméljük a 2-1-et. Én és minden londoni magyar egyaránt. Nagyon szerencsétlenek voltunk két hetet, de a Man Unitednek már akkor nyernie kellett volna. Lebecsültük az ellenfelet, és lehet, hogy most is meg kell szenvednünk, de hazai pályán nyerni fogunk. Az ETA jó csapat, de nincsenek hozzászokva az ilyen körülményekhez. A tippem... 5-0. Alapvetően az angol focit nagyon-nagyon szeretem, de hát ez most egy különleges alkalom, hogy magyar csapat játszhat itt. Otthon is kim voltam a Népstadionban is, úgyhogy hát végül is ünnep. Szerencse kérdése, nagy szerencse kéne, de ha egy gólt sikerülne rúgni, akkor ugye a Unitednek már hármat kell. És ez a United most, pláne ha gólkényszerben van, a fene tudja, hogy tud-e hármat rúgni. Hát ez az egy szansz. A játékvezető tévedett, egyáltalán nem volt 11-es. Teljes lendületből futottam a labdáért, ugyanígy jött felém Van Nistelrooy, és amikor ezt megláttam, fölúztam a lábam, hogy védjem magam. Aztán összeütköztünk. Nem volt 11-es. De egyébként sem volt szerencsénk. Ha nem kapjuk olyan korán azt a gólt, akkor begörcsölnek, és akkor valószínűleg más az eredmény. Persze nagyon sajnálom, hogy kikaptunk 5-0-ra, de leginkább a szurkolókat, akik elutaztak ilyen messzire miattunk. Mi úgy készültünk, hogy az első negyed órában mi lepjük meg őket, de sajnos ez nem sikerült. Hát sajnos ennyivel jobbak. A magyar labdarúgásban természetesen vannak részsikerek, vannak olyan dolgok, hogy hazai pályán meg tudunk venni egy Manchester-t, de hát ide kijöttünk, és itt, hogyha valaki megnézte a mérkőzést, a körülményeket, 68 ezer ember tombolt, szurkolt, egy nem foglalkozott az ellenfél játékosával, hanem a saját csapatát buzította. A hazai bajnokságra kell koncentrálni, nem hiszem, hogy ezzel kell sokáig foglalkozni, hogy most csalódottnak lenni, hanem azzal kell foglalkozni, hogy a magyar bajnokságban végre olyan eredményt érjünk el, hogy megkezdjük a felzárkózást, hiszen szeretnénk jövőre is nemzetközi kupába indulni, és amint látjuk, csak akkor indulunk, hogyha a magyar bajnokságban olyan végzünk, mert nem biztos, hogy ezt a kupát meg tudjuk nyerni. Nagyon beleszaladtunk, végül is az eredmény kicsit túlzott, de én úgy gondolom, hogy reális, tehát nem áll messze a valóságtól, azt mondom, hogy mi is, és úgy gondolom, hogy a tévén keresztül azért a magyar nézők is, foci rajongók kaptak egy ízelítőt a mai labdarúgásból. Ez ma az volt. Hát így játszanak ma Európában az élcsapatok, főleg hazai pályán. Sajnos ezt nem tudtuk semmilyen formában kompenzálni. Azért nem sikerült, mert a Manchester sokkal jobb csapat, mint mi.
Nem erre számítottunk, mert mondjuk, megmondom őszintén, semmilyen szinten nem tudtuk fölvenni velük a versenyt, úgyhogy papírforma igazolódott. Csalódott? Hát a gólarány miatt egy picit, de úgy egyébként nem, mert hát ez benne volt a pakliban. Én amikor a negatív tippemet megtettem, akkor azt mondtam, hogy egy 0-3 benne van a meccsben. Hát az öt egy picit sok, de ez ma így alakult. Készültünk az első 10-15-20 percre, hogy nagyon nekünk fognak esni, de hát egész egyszerűen nem volt mit tenni ellenük. Ezt mondom a játékosoknak is, hogy legyenek büszkék arra, hogy egyáltalán ide eljutottak. És azért csak megvertük ezt a Manchester két héttel ezelőtt, tehát kétségbe esni nem kell. Én azt hiszem, hogy a pénz azért valahol egy jó értékmérő, és az tökéletesen mutatja a két csapat közti különbséget, ami talán még öt gólnál is nagyobb. Úgyhogy szégyenkezni semmi miatt nem kell. Inkább erőt kell ebből meríteni, és a magyar bajnokságban kell mindent elkövetni azért, hogy jövőre is megadassék esetleg egy hasonló élményt.